Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, Mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvöm elnevezésű YouTube csatornám. És rengeteg klasszikus magyar ételünk van, ezek közül az egyik az Eszterházi rostélyos, ahol ugye a rostélyost tulajdonképpen pároljuk, és a végén van egy olyan mártás rajta, ami ilyen vadas ízvilágú és zöldséges. És ennek később megszületett egy olcsóbb változata is, az Eszterházi tokány. Ezt már készítették marhahúsból, sertéshúsból, én most ma pulyka felsőcon filéből fogom készíteni, nevezetesen azért, mert talán itt a párolással készült húsok közül ez van meg a leghamarabb. Nevezetesen ez az egész mai projekt körülbelül egy órát vesz igénybe, ebből fél óra maga a munka. A másik fél órában bőven van idő rendet rakni, megteríteni és egyéb. Ami a köreteket illeti, a régebbi tankönyvekben kínálták ezt az ételt, illetve ajánlották kínálni ezt az ételt zsemlegombóccal, spagettivel, rizssel, krokettel, burgonyafánkkal, tehát igen széles a skála, amit kínáltak hozzá. Én ma a kedvencemmel, az orsó tésztával fogom tálalni, mert hogy ez az egyik legegyszerűbb. És még egyetlen egy valami. Ugye legutóbb beszélgettük, hogy ezeket az ételeket próbáljam menübe összehozni, illetve egy ajánlást tenni rá. Nos, ehhez én, amit el tudnék képzelni, leves, ugye, miután ez egy tejfölös, tejszínes tokány, eleve kiesik azoknak a leveseknek a köre, ami tejfölre, tejszínnel készül. Én ezt most tésztával tálalom, így tésztás leves sem jöhet szóba ez elé, a főétel elé. Leginkább azt gondolnám, hogy egy tojásleves, egy hagymaleves, mondjuk egy erőleves vagy húsleves, akár tojással, akár ha tésztával tálalom, akkor a főételt nem tálalom tésztával, tehát ugye valahonnan kiszedem a tésztát, hogy ne legyen két helyen benne a menüben. Adhatok hozzá egy májgaluska levest is, mondjuk egy zöldborsó gulyást, ugye, ami úgy van elkészítve, mint a gulyás leves, csak ugye a zöld borsó a főszereplő, és nincs benne hús. Talán még azt mondom, hogy egy paradicsomleves is elmegy hozzá. És akkor nézzük. Ez itt 1 kg pulyka felsőcomb filé, amit csíkokra fogok vágni. Ha volna rajta nagyon inas rész, vagy ilyen nagyon zsíros rész, ami nem szimpi, azt időközben lekapom róla. De a feladat az az, hogy felszeletelem, és ezeket a szeleteket utána csíkokra vágom. Nagyjából ilyen, a kisújnyinál kicsit kisebb csíkokra vágom. A hús kész, most 25 deka vöröshagymát finomra vágok. Meg lehet azt tenni, hogy itt a hagymával és a hússal mindent elindítok, és csak azután vágom össze csíkokra a zöldséget, de szerintem én most nem, azért ennyire nem rohanok, úgyhogy mindjárt csíkozom a zöldségeket is. Úgy kalkulálok, hogy az 1 kg húshoz fél kiló zöldséget fogok adni, nevezetesen 25 deka sárgarépát, ez ugye két ilyen nagyobb bacska, 12 deka petrezselyem gyökeret és 12 deka zellert. Most az a feladat, csak itt csinálok egy kis helyet magamnak, hogy felszeletelem a zöldségeket, nagyjából ilyen 3 mm vastagságon, és ezeket a szeleteket azután nem túl hosszú csíkokra vágom. Tehát így. A munkát megkönnyíti, hogyha ugye van egy négy oldalú reszelő, és annak ezen a részén, ahol szeletelni lehet, így gyaluljuk le tulajdonképpen nagy zöldséget szeletekre. Amikor leszeleteltem egy részét, akkor ugyanúgy, mint az előbb, az ellert, egyszerűen csak ilyen gyufaszányi csíkokra vágom. Menet közben föltettem egy vizet is, hogy a köretet gyorsan ki tudjam főzni, ez fölfort, úgyhogy mehet is bele a tészta. Ezzel majd annyi lesz, hogy ugye a megfelelő időben leszűröm, leöblítem, és utána csak átforrósítom
Serpenyőbe teszek egy ilyen fakanálnyi sertés zsírt, ez olyan két evőkanálnyinak felel meg. A hagymát hozzáadom, és kevergetve megfonnyasztom. Nem kell barnára, meg színesre sütni, elég, hogyha csak üvegesre fonnyad. Már most beledobok három ilyen közepes nagyságú babérlevelet, és együtt pirítom még egy pár percig. Ahogy szoktam, egy csipetnyit meg is sózom, hogy a hagyma elkezdjen szétmenni, és minél jobban szétfőjön majd nekem. Jó, ez egy ilyen jó mokkás kanálnyi só. Egész pontosan 7 perc telt el, a hagyma csodaszépen megfonnyadt, még egy nagyon picit meg is pirult, ez így tökéletes, mehet rá a pulyka, és kevergetve szerintem egy olyan 6-7 percig fogom pirítani. Az a lényeg, hogy a pulyka körös körül kifehéredjék. Azt nem említettem az elején, ugye ez 1 kg hús, ez hát egy 6, de inkább 8 fős adag, ami ma készül. A hús levet engedett, de én nem akarom ezt a levet elfőzni, tehát most mindjárt már dolgozom is vele, tehát nem hagyom zsírjára pirulni. Kap egy olyan kiskanálnyi, inkább egy pupozott kiskanálnyinak mondanám, egy pupozott kiskanálnyi sót, kap 3 deci zamatos fehérbort, egy, kettő. Föl fog merülni kérdésként, de ugye én inkább az édes borokat szeretem, úgyhogy nálam ez egy édes fehérbor volt. Kerül bele 2 evőkanálnyi mustár, körülbelül így, kap körülbelül egy csapott mokkáskanálnyi őrölt fekete borsot, kerül bele egy jó kiskanálnyi kristálycukor, belereszelek egy kevés citromhéjat, facsarok bele egy kevés citromlevet, hát azért ez a kevés, ez szerintem inkább egy evőkanálnyi lesz. Lefedem, és 20 percig párolom. Szerintem akkor meg fogom nézni, akkor jó, ha olyan jó félig megpuhult, és akkor kerül majd hozzá a zöldség. Amíg a hús puhul, ugye szerencsére össze vannak vágva a zöldségekig, azzal már nem kell foglalkoznom, tehát nyugodtan van időm rendet rakni, és összesen annyi, hogy egy habarást kell keverni, nevezetesen ebbe beletettem 2 deciliter zsíros főszőtejszint, adtam hozzá 2 deciliter, azaz 200 g tejföld. Most kap, hát nem is tudom, szerintem kap 2 kis kanál finom lisztet, annak elégnek kell lennie, ezt simára keverem, és folytöv. Még talán annyit, hogy a legújabb tankönyv ilyeneket ír az Eszterházi mártásába ízesítőként, hogy fokhagyma, meg kakukkfű, de őszinte leszek, ezek számomra idegenek, mind a kettő, azért, mert hogy előtte megnéztem, és legalább 30 év tankönyvében előtte ezek egyike se szerepel, tehát se fokhagyma, se kakukkfű, úgyhogy én ezt nem is tenném bele. Pontosabban nem is teszem bele. Eltelt 20 perc, a hús szinte az összes szaftot beitta, lehet látni. Most mehet hozzá a zöldség. Jöhet rá újabb 2 deci fehérbor, jöhet rá 2 deci víz. Egy nagyon picit utána sózom, ez olyan, hát egy fél kis kanálnyit jelent. Lefedve 10 percig párolom. Azután következhet majd egy kóstolás, és utána, ha puha a hús is, és a zöldség is, akkor behabarom. 10 percnél megkóstoltam, és úgy éreztem, hogy még egy 5 perc az, amit adnom kell neki, tehát most 15 percnél tartok, a hús puha, a zöldség is puha, talán még a közepe egy hajszányit roppan, de ennek ilyennek kell lenni. Most egyszerűen hozzáadom a habarásomat, valahova így egyszerűen középre beöntöm, ezt mindjárt kiöblítem még egy kevés vízzel, csak előtte ezt elkeverem. A habarásos edényemet körülbelül másfél deci vízzel
talán 2 deci is volt. Kiöblítettem, ez most még belekerült. Innentől kezdve 2 percig forralom, és tulajdonképpen készen van. Annyi még a feladat, hogy meg kell kóstolni, illetve van még egy nagyon különleges ízesítő, ez a kapribogyó. Eredetileg azt írják a tankönyvek, hogy vágjuk apróbra, vagy durvára. Én őszinte leszek, én annyira azt nem szeretem, tehát nem fogom fölaprítani. Én vettem egy kisebb üveg kapribogyót, hogy ki mennyit ad hozzá, ízlés dolga, én simán bele fogom tenni szerintem az egészet, én ugyanis nagyon szeretem. A kapribogyónak a levéből, hogy mennyi kerül bele, ízlés dolga, ez egy ecetes sós lé, de ragyogóan ízesít. Úgyhogy én ebből is adtam hozzá, szerintem nem aprózom el a kaprit, mind beledobom. Szeretném mutatni önöknek, elkészült az Eszterházi pulykatokány, érdemes megnézni. Van benne azért rendesen zöldség, hús, kellően szaftos. Az ízét pedig egyszerűen zseniális, igaz. Kóstolás után úgy éreztem, hogy nem elég kajak, most nem találok hirtelen szebb szót rá, ezért tettem mindenből bele. Még egy pici só, pici cukor, pici bors, pici mustár, mi is került még bele, és egy pici citromlé. Elkészült tehát az Eszterházi pulyka tokány, akinek szimpatikus volt a recept, kérem nyomjon a videóra egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt gondolom jó, ha megteszi, hiszen most már több mint 380 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak!